Egy hirtelen felkérés eredménye a városban egyedi módon látható kiállítás. A körgaléria ablakainak száma és mérete nem volt pontosan megadva, így nem célzottan válogatta képeit H. Németh Katalin. A grafikus művész mindig a természet motívumaiból inspirálódik, a cél, hogy megérintse műveivel az embereket. A fűfavirág indít, aztán leegyszerűsítem olyan formába, hogy nyomokban még meg lehet találni a természetet, de már egy elvontabb, egy másik összekapcsolódásba, hogy a társadalom és a természet közötti összefüggést is megmutassam. Ehhez kellenek az elvont formák, de mint mondtam is, nyomokban még a természeti alakzatok megtalálhatók. Ezek nélkül én nem adok, nem rajzolok, mert ez nekem nagyon hiányzik és nagyon fontos. A kiállítás további különlegessége, hogy nem egyetlen alkotó képeit láthatjuk, hanem egy házas párét. Míg az egyik oldal fekete-fehér és nagyon aprólékos, addig a körgaléria másik oldala nagyon színes, absztrakt képeket tartalmaz. Ezeket a grafikus művész férje készítette. Olyan képeket hozott, amelyek annak a hatására készültek, hogy éli ő meg a közvetlen környezetét, a napszakokat, a kertnek a virágait, a tájnak a szépségét, és ezeket a hangulatokat és ezeket az érzéseket festi ő meg olyan formában, hogy nem mértanias, száraz, absztrakt, hanem elmosódó, halvány, sokat sejtető, egymásba tűnő színekkel, de legfőképpen, amit most itt láttam, olyanokat hozott, ahol a fény és az árnyék dominál. A kulturális szomjoltó címet kapott tárlat a tervek szerint 2 hónapig látható majd a Nyírfatéri Körgalériánál.